tarkon lőne néhány liberális politikust, ezt mondta Kecel fideszes polgármestere 2 éve egy hangfelvétel szerint Haszilló Ferenc szájba rúgta volna azokat, akik télen fáért jönnek az önkormányzathoz, és a cigány gyerekeket is pofonnal nevelte volna. A polgármestert saját pártja is lemondásra szólította fel, és kezdeményezi kizárását. A Fidesz választókerületi elnöke szerint Haszilló Ferenc azt ígérte neki, le fog mondani, de ha mégsem, nekik nincsenek eszközeik arra, hogy eltávolítsák. Nyitva van ugyan a keceli polgármesteri hivatal ajtaja, de a város vezetőjét hiába kerestük. Haszilló Ferenc jövő hétfőig szabadságot vett ki, és nem válaszol a megkeresésekre. Újságunk? A keceli hírek októbertől nagyobb terjedelemben kerül önök elé. A Kecel TV-ben beszél a polgármester ezen a YouTube-ra felkerült videón. Ugyanebben a TV-ben egy interjú után maradt bekapcsolva a mikrofonja, a Magyar Narancs információi szerint 2 évvel ezelőtt. A politikus erről nem tudott, és arról beszélt, szerinte hogyan kellene elszámoltatni a liberális politikusokat. De ezekkel nem kéne mit csinálni. Most 2/3 többség tarkolövés, érted? Nincs elszámoltatás. Igen. Tarkolövés. Mit szólni, halálbüntetést? Nemzetárulás, stb. 5-6-ot kivégezni. A polgármester azokkal se bánt volna kíméletesebben, akik télen fáért mennek az önkormányzathoz. De hát külön fa, mit várnak kint, most is sem már kimegyek, mert ezen szájba rúgnám, és menjen el a anyjunkba. A polgármesternek a nyilvánosságról és a képviselőtestületről is megvolt a véleménye. De ez így elmondanám, így egy az egybe a tényleg, holnap már mind, már itt. Az RTL klubtól mindenki, hogy náci fasiszta polgármester, de ezt elmondanám a képviselő testület előtt. Akkor is megütöm a bokámat, ne olyan. Vagy után. Az MSZP szerint vállalhatatlanok a polgármester szavai, és lemondásra szólították fel. Kecel városát 2 éve egy olyan zsidózó, cigányozó ember irányítja, aki tarkólövéssel intézni el a politikai nézetkülönbségeket. És hát olvashattunk arról, hogy a gyermekeket is, mint tanárember, hogyan gondolja, hogyan kell megnevelni. A Fidesz választókerületi elnöke híradónknak azt mondta, nem ilyen embernek ismerték Haszilló Ferencet. Azonnal kezdeményezték a kizárását a pártból. Ezért is kértük meg őt arról, hogy mondjon le a polgármesterségéről erre a ciklusra, tehát a mandátumát ne vegye át, vagy adja vissza. Nem lehet ezzel a gondolattal, ezzel a felvétellel együtt élni polgármesterként. Bányai Gábor azt mondja, beszélt a polgármesterrel, és Haszilló Ferenc megígérte, hogy lemond. Más esélyük nincs, hogy leváltsák, miután Haszilló Ferencet október 12-én kis többséggel ugyan, de harmadszor is polgármesternek választották.